Dallamos muzsika, harmonika és két kiváló előadó művész, ennek lehetnek szem és fültanúi, Bálint Emese és Farkas Bálint színművészek közös Valentin napi estjei, mert hogy nem egy estéről van szó, vendégeim Bálint Emese és Farkas Bálint, köszöntöm Önöket. Jó néhány éve dolgoznak már együtt, és ugye az első, hogy az, aki még kevésbé találkozott Önök, egy kicsit megismerje így együtt ezt a kis csapatot, vagy ezt a két főből álló csapatot, hogy hogyan is találkoztak, hogy jött össze most azon túl, hogy valamennyire a Bálint mind a kettejük nevében benne van. Nem mint Bálint találkoztunk, hanem mint fellépők. Az egyik műsorban azt láttam, hogy Bálint Emesét bekonferálják, és a Bálintra fölkaptam a fejem, és akkor benéztem a színpadra, és azt látom, hogy piros harmonikával szépen énekel, táncol valaki, és hogy milyen helyes, milyen fiatal, iridésre méltóan fiatal, és hát micsoda sikere van, nagyon szereti a közönség, visszatapsolja, és akkor egy kicsit úgy igyekeztem, hogy az öltözőben is megismerjük egymást, és akkor bemutatkoztunk, és így kezdődött valamikor, ó, már nem is tudom, hogy mikor, már nagyon karomidő régen, igaz? Voltam. Igen. És mi volt az, ami ezekben a dalokban, mert itt azért, hogyha megnézik, főként a régi idők slágerei, ami az estjeiken szerepel repertoárként. Egyrészt, hogy tudnak ezek megmaradni ennyi ideig, ennyi éven keresztül, hogy még mindig vonzák a közönséget, és mi az, ami ezekben ennyire szerethető? Azt hiszem, az a fajta nosztalgia, nem akarom elmondani, biztos ezt is nagyon szépen meg tudod fogalmazni, az a fajta nosztalgia, amitől az embernek visszatér a fiatalsága, a slágerek, hát a Hétre ma várom a Nemzetinél, bár már Nemzeti sincs, ugye, de hát azért mégis még ott volt az óra, ahol várták a kedves hölgyet vagy férfit, és János legyen fönn a Jánoshegyen, azt vesszük észre, hogy amikor ezt énekeljük, akkor mindenki jön velünk, és éneklik együtt, tehát igényli a közönség ezeket a dalokat. Mi lesz ezeken az esteken, mert hogy nem egy Valentin napi est lesz, ha jól tudom. Így van. Ez egy sorozat? Ez egy sorozat, ez egy turné országosan, és tulajdonképpen a fő motivuma ennek az estnek a szerelem, hiszen Bálintok vagyunk, és miről másról szólhatnának ezek a dalok, mint a szerelemről, ami az univerzum mozgatórugója, úgyhogy tulajdonképpen nem is volt olyan nehéz összeállítani egy olyan kollekciót, egy olyan repertoárt, amiben mind a ketten a magunk műfajának megfelelően szórakoztatjuk a kedves közönséget. De ezek új dalok egyébként, vagy a régi dalok feldolgozásai? Feldolgozások. Inkább a régi dalok feldolgozásai. Én azt hiszem, hogyha a szerelmes dalokat kihagynánk a repertoár, általános nagy repertoárból, akkor a 95%-a kimaradna, maradna olyan 5%, ami nem tudom, miről szólna. Milyen szempont alapján lehet kiválogatni ezek közül, vagy egy idő után mindegyik sorra kerül a repertoárba? Azt hiszem, hogy hogyan hat az emberre. Úgy, hogyha amikor elkezdi énekelni, akkor kap egy belső indítatást, egy érzelmet. És például volt olyan dal, amit első nekifutásra nem tudtam elénekelni. Mert gombóc keletkezett a torkomban, például Mellék utcán, néha titkon hozzád járok, van egy ilyen dal. És akkor azt mondta nekem az angol, hogy mi van veled? Mondom, meghatódtam. Azt mondja, mitől? Hát mondom, ettől a nótát, hát olyan szép. Hát tényleg, de ritka, hogy valaki meghatódik. Szóval sokszor el kell énekelni, hogy az ember megszokja az érzelmet, hogy erőt tudja adni. Így van, és ami még nagyon fontos, hogy ezeket a dalokat nem csak hogy énekeljük, hanem harmonikázzuk is, legalábbis jó magam. Én is. De te is, sőt, van most már olyan közös dalunk is, amiben együtt harmonikázunk, ami szintén egy ilyen kuriózumnak mondható, úgyhogy a hangszerek is szerepet kapnak ebben az estben. De ez nem csak egyes, ugye, ahogy mondtuk, hanem hol lehet látni? Sőt, bocsánat, hogy mindjárt válaszolok a kérdésre. Azt szeretnénk, hogyha nem csak ez az egy nap lenne a szeretet és a szerelem napja, ezért mi egy olyan plakátot készítettünk, hogy minden nap Bálint nap. Velünk. Velünk, tehát, hogy szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár címmel. Nem címmel, de erre hivatkozva, és akkor hát így járjuk az országot, hogy hirdetjük azt, hogy... Akkor ez mondjuk egy roadshow. Úgy. Igen. Hát köszönöm szépen, és sok sikert a továbbiakhoz. Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést.